A tavaszi városszépítő délután követően ismét megrendezték Bonyhádon a városszépítő akciót, ezúttal azonban a frissen átadott percelkerti arborétumban ültetettek virágot a település lakói. Filóné Ferenc Cibolya várospolgármester azt mondta, hogy az eddigi fejlesztések csak a kezdetét jelentették a percelkert új életének. Nagyon sok mindennel készültünk, és nagyon sok minden történt a percelkert életében az elmúlt időszakban. Több pályázatnak, önkormányzati támogatásnak, civil szervezet támogatásának, a kolónia alapítvány támogatásának köszönhetően elkezdődött a percekertnek a felújítása. Még korán sincsen kész, és még nem fejeztük be, de egy nagyon jó úton elindult a felújítás. A családi délutánon lehetőség volt a háziasszonyoknak sütemésütő versenyen elindulni, a gyerekek pedig játékos vetélkedőkön vehettek részt. A szervezők az újdonsült szülőkre is gondoltak, ők a kisgyermeküknek ültetettek életfát. Azért jelentős, mert azt akarjuk, hogy a városunk szebb és élhetőbb legyen. A percelkert egy olyan környezet, aki mindenkit vonzhat, és ezt szeretnénk még kellemesebbé, még szebbé tenni azzal, hogy virágosítunk és fásítunk. Tehát az idei évben a kolónia alapítványnak az egyik célkitűzése ez volt, hogy a percelkertet szebbé, virágosabbá tegyük. A percelkerti arborétum felújítása nyáron kezdődött el. A fák elé zománc táblákat raktak, új játszóteret alakítottak ki, és a könyvtár felújítása is megkezdődött idén.